Az utóbbi időben szinte minden megdrágult. És még a sör is drágább lett, nem beszélve a szilárd élelmiszerekről. A papírárak és így a nyomdaköltség is folyamatosan emelkedik, most harmadával többe kerül, mint tavaly ilyenkor, és a folyamat még nem állt meg. Drágulnak az építőanyagok is, és minden, ami egy lakásfelújításhoz kell. Drágább lett a kultúra, a könyvek, a színház, meg az utazás is. Ahogy a vendéglátás is rettentően megdrágult. A magyar hangára azonban nem emelkedik. Sokaknak ugyanis már most sem fér bele, hogy többet áldozzanak az újságokra és a kultúrára. A szabad magyar sajtó azonban tényleg csak akkor marad életben, ha nézői, olvasói támogatják. A magyar hang, a kötött fogás és a flaster jövője rajtunk és önökön is múlik. Ne hagyjuk, hogy az apátria győzelmeskedjen felettünk. Ez egy misszió, immár kevesebb, mint egy korsó sör áráért. Kérjük, tartsanak velünk! És vegyék a lapot! Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket. Annyi jó hírem van, hogy a felhívásunkra már több százan jelentkeztek, nevezetesen arra, hogy hát egy kicsit emelni kéne a példányszámot, mert vérzivataros idők járnak, ugye az egész nyomtatott sajtó, magyarországi nyomtatott sajtó fölött, de különösen a Magyar Hang fölött is, úgyhogy még arra kérem Önöket, hogy tartson a lelkesedés, sőt újabb embereket kéne hívni, mert a cél az 1000. Tehát 1000 új előfizetőt szeretnénk összegyűjteni a Magyar Hangnak, és akkor egy picit talán kiegyenesedünk. Nem kell elküldeni munkatársakat, stb., ami az ilyenkor, ahogy az lenni szokott. Mindenki hozzon még egy embert. Nem? Igen, ezt a mondatot már valahol hallottam, akkor jó. Nem akarunk árat emelni. Tehát ez az egy nagyon lényeges dolog. Mindenki hozzáteszi a magáit, ugyanúgy. Gulyás Balázs. Jó napot. Csintalan Sándor. Jó napot, magyarok. Reichert János. Adj Isten. És Dévény István. Üdvözletem. És akkor elmondom Önöknek, hogy én már voltam nyaralni, és elmondom a fiúknak is, amit egyébként tudnak, hogy ezzel a 400 forintos euróval, hát egy kicsit megváltoztak a nyaralás számai, finoman fogalmazva, hogy az ember mindig átlépje a lélektani határokat, de hát 400 forintos euróval elképesztően drága lett a nyugat. Tényleg. Akármilyen furcsán hangzik, amikor hazajön az ember, akkor van egy ilyen jó érzése, hogy hú, de jó, hogy itthon csak ennyibe kerülnek a dolgok, miközben itthon meg brutális infláció van, és hát amikor egy picit így eltelik 2-3 nap, akkor már az itteni árakat érezzük soknak. Csak hát a kérdésem az, hogy vajon itt megállunk-e, mármint a 400 forintos eurónál. Még a nyaralásodhoz annyit, hogy ilyen szállásfoglalási oldalokon régen forintba volt feltüntetve, most euróba van, már úgy kevésbé riasztóan hirtelen, bármint 400-zal azért egyszerűbb lesz szorozgatni. Ugye ma emelt alapkamatot megint a Nemzeti Bank, méghozzá nem is apró lépésben, és pont azt néztük itt a Reichert szakkollegával, hogy ennek annyi volt a hatása, hogy 2 órával ezelőtt lement 395-ig az euró árfolyama, most 398. Tehát egy pillanatnyi volt valami ilyen kis izé, és aztán vissza megint. Magyarán Orbán Viktor az első olyan magyar miniszterelnök, akinek sikerült 400 forint alá nyomni az euró árfolyamát. Azért ez sem. De szar, de igaz. Hadd legyek olyan szemtől, hogy egyébként tiszta életlenül, vagy nem véletlenül, de erről írtam az új számba. Erről az egész euró-forint dologról, azért itt hadd mondjam el élőben is, hogy ugye az utolsó fél évben romlott 360-ról 400-re az euró. Ilyen viharsebes forint romlás soha nem volt a rendszerváltozás óta. És hát meg kell mondjam nektek, hogy ugye pártunk és kormányunknak ez az ötlete, hogy befagyasztja, meg hatóságilag előírja, meg a többi, ez súlyosan benne van abban, hogy a forint a pénzpiacon ennyire veszít az értékéből. Most hát lehet, hogy nem látod, mert útközben voltál ide, de október 1-ig meghosszabbítva az árstopp. Nagyszerű. De figyeltek a hangon? A kamastopp meg december 31-ig. December 31-ig. Hát az és farhát is lesz október 1-ig. Az ára stoppolva lesz, farhát nem biztos, hogy lesz.
Hát az a helyzet, hogy gyakorlatilag ezzel az ország jövőjét tették kockára. Tehát aki azt hiszi, hogy úgy lehet élni, tehát én nem is értem az embereket. Hát ha nem fogják fel, hogy 43%-ot vesztett a forint, amióta Orbán Viktor a miniszterelnök, az eredeti értékéből 2010-ben 275 forint volt, amikor átvette a kormányt. De egyébként márciusban, még mielőtt megnyerte volna a választást Orbán 2010-ben, akkor 263 volt. Tehát már maga a tény, hogy megnyerte a választást, de még a bajnai kormány volt hivatalban, már akkor romlott 12-t. És elképesztő, tehát olyan mélységben vagyunk, hogy ez nem igaz, és egyébként beleírtam a cikkbe, és én azt nem értem. Szóval az engem teljesen kiborít, hogy nincs egy ellenzéki képviselő, aki ezt becsülettel megkérdezni, hogy ne haragudjon, tisztelt miniszterelnök úr, pénzügyminiszter úr, hány forintos euróval tervezik a jövő évi költségvetést? Mondják meg nekünk, tehát egy év múlva mi lesz? 430 forint lesz az euró? Hát beszéljünk már egymással felnőtt emberként. Ez az egész olyan döbbenetes, tehát ha más országban lenne ilyen, hát akkor 200 millió, vagy mondjuk fél millió lennének a főtéren és tiltakoznának. Szerinted egyébként a magyar, illetve angol-magyar 04-ről beszélgetnek többet manapság az emberek itt a Mester utcán, vagy a 400 forintos euróról? Azt jó, ez pillanatnyi. Tehát ez az azért annyit adom. Euforia el fog múlni, és akkor marad a 400 forintos euró. A 04 az hatalmas szívesség, vagy hogy mert egyrészt szögezzük le, csodálatosan játszott a magyar válogatott, és amiről beszélgetünk, annak a magyar sportteljesítmény, ez nincs köze. Tehát az egy fantasztikus, én nem gondolom, hogy ez a politikai érdeme, én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon tudatos építkezés, amit nyilván alapvetően Marco Rossinak, de öregek vagyunk visszamenőleg, ugye Dárdai Páltól kezdődő tudatos válogatott építés, tehát ebben több embernek a sok éves munkája van benne, és csodálatos eredmény, de a politika számára ez most megint egy ürügy, ugyanúgy, mint az aranycsapat győzelme annak idején, és ez ugyanolyan gusztustalan a politika részéről, meg az egész fideszes propaganda részéről, amit csinálnak egy sporteredménnyel, mint amilyen gusztustalan. Ma már valamelyik ilyen propagandista, te tudod ezeknek a neveit. Ne nézz rám csúnyán. Közéjük tartoztál te. Te, na, tudod, te tudnék mesélni. Én meg még előtt közéjük tartoztam. Szóval valamelyik jó ember fölhívta Fekete Győr Andrást, és azt mondta, hogy sorolja föl a góllövőket. Legalább a góllövőket föl tudja sorolni? Ezzel hívta föl. Ez a téma. Mint hogyha az egy erény lenne, vagy egy politikusnak rendelkeznie kellene azzal az erénnyel, hogy föl tud sorolni futballista neveket. Sanyi, te föl tudod sorolni a góllövőket? Egyrészt gratulálok a magyar válogatottnak, másrészt nem akarom összekeverni a szezont a faszommal, de most komolyan. Hogy hívják, már kezdtük ugye az inflációnál. Ellenzéki politika ide vagy oda, az, hogy itt előbb-utóbb ilyen rettenetes infláció lesz, ezt nagyjából évek óta lehet tudni. Azt gondolom, hogy egy elemi műveltséggel az belátható, hogyha egy országot vasbetonba öltöztetnek, aminek egyébként nincsen, se nem rentábilis, se hozadéka nincsen, se profitot nem fog termelni. Csak úgy tud a hatalom reagálni a presztízs beruházásokra, a megalapozatlanul szétszórt pénzekre, ezért nem tudnak az áfához hozzányúlni. Ezért van ástok, hogy elértéktelenítik a forintot, a pénzt. Hogy az államnak legyen, hagyj fejeznem már be, János, az Isten áldjon meg, végighallgattalak. Ez az egyik dolog. A másik dolog pedig az, hogy ez a jövőben is így lesz. Tehát csapdába, egy csapdahelyzetben van ez a kormány, nem tud mással operálni, mint a látvánnyal és az erőszakkal. Hogy ez az erőszak meddig fog elfajulni, a Jóisten tudja, addig, ameddig ez a nép hagyja. Ellenségekkel fog vívni, ami ez a nép hagyja. És már nem az ellenzékről beszélek. Ez a politika, ez a fajta hatalomgyakorlás egy politikai oldaltól független bázissal rendelkezik ebben az országban. Most amúgy nézzétek meg, ajánlom figyelmében mindenkinek Vitézi Tamás legújabb bejegyzését, ahol elmeséli azt, hogy mi történik a családban, és mit művelnek ezek az emberek egymással. Azért mondás, hogy mert nem. Hát figyelj ide az, hogy jó, mindjárt megpróbálom röviden összefoglalni.
Ellenben azt akartam mondani, hogy ennek kapcsán rájöttem arra, hogy egyébként az Orbán is kézben van tartva. Ez a pasi egyébként nem is annyira szabad. Nem abban az értelemben, ahogy emlegetném, vagy hoznám szó, mint ahogy szokták mondani, hogy az atya Sztálin, vagy a, ha Kádár elvtárs ezt tudná, van ebben az értelemben, hogy azok az oligarchák, akiket élethívott ez a rendszer, elkezdték egymást kinyírni, és az Orbán nem tudja őket ebben korlátozni. A Vitézi Tamás legújabb története az az, hogy most a család egy jelentős, tehát ugye a Vitézi család az eléggé integrált az Orbán családdal. Vitézi Tamás ennek a családnak a vállalkozói részét képviseli, ugye Zsófi nagykövet, Vitézi László kitűnő filmrendező, most már effektíve a személyes létfenntartások szintjéig kirabolja őket a Mészáros, hogy hívják a másik csoda fiút, aki most előkerült, na mindegy. G-betűs csávó. Garancsi. Nem a Garancsi, mindegy, ott van ő is az első tízben. Ja. Tehát hogy ülik egymást? Na a lényeg, hogy a rendszer a saját logikájából nem tud kilépni. Sem innovációs értelemben, sem pénzpiaci értelemben. És ugye itt van ez a kedves magyar nép, amelyik olyan baromira büszke arra, hogy most a múltik meg lesznek adóztatva. És tényleg egyébként még ráadásul elemzőktől is valami olyan meglepő reakció, hogy jé, áthárítják. Hát ki a retke szarra fizettetnék meg? Hát a pénz áru, olyan, mint a kenyér. Bemegyek a boltba, nem annyit fizetek érte, amennyibe a liszt kerül, meg a pék munkaereje, hanem mondjuk a pékségért is, magáért is fizetni kell, ami egyfajta vagyonkezelés. Csak azt akarunk kinyögni, hogy valami egészen rejtélyesokból, miközben ráadásul az én generációmat a kapitalizmus politikai gazdaságtanából ottatták, most megint beszokja jelentős részben az én generációm, hogy ezeket a törvényszerűségeket felül lehet írni. És majd most Orbán viszont megkeféli a multinacionális cégeket. És majd azok nem fogják áthárítani. És akkor neki estek a Ryanair-nek. Most a Ryanair elvitte a balhét, de egyébként mindenki át fogja hárítani. Hát honnan megy? Ráadásul ugye... Csak az elsők voltak. Igen. Plusz, hát ő az első, ő leghangosabb. Ugye, és a politikai szelektivitás is nagyon jól látszik. Mert olyan ágazatokat sújt extra profit adóval, ezt most idézőjelben mondom, amelyek az elmúlt években veszteségeket termeltek. Azokat az ágazatokat, különösképpen az oligarchák bizniszeit, nem sújtja, amit dögre, halálra, szarrá, rongyá keresték magukat és kirabolták az országot. Meg a német autógyárakat sem. Hát ezt nem tudom, de most szándékosan kihagynám belőle, azért, mert talán a lényegre kell rávilágítani és fókuszálni ebből. Ki mindenkit még kihagyott, mondjuk a német autógyáraktól azért annyiban nem vagyok kétségbeesve, mert legalább idehoztak valami fejlett ipart, és az Audi is innovál is itt, meg a Mercedes is. Legkevésbé a német autógyárakat bazgatnám egyébként. Én senkit nem basztatom. Csak mondom, iszonyúan észnél kell lennünk, amúgy egyébként, hogy mire próbáljuk a reflektort ráirányítani, mert olyan hihetetlen módon hajlamos az a 3 millió vagy 4 millió, és bizonyos ellenzéki szavazókat is ide sorolok, hogy rálepüljön ezekre a demagóg, ócska, a hazát, az unokáimat, a gyerekeimet tönkretevő politikára. Az egyik ellenzéki politikus felszólalt a héten az országgyűlésben, és azt volt képes mondani, hogy milyen jó, hogy szerinte is fizessenek a gazdagok, ugye hát ez egy régi kommunista szöveg, szerinte is fizessenek meg a gazdagok, és ez nagyon helyes, hogy megadóztatja ezeket, csak mást is meg kellene, meg másképp kellene, stb. Stb. Úgyhogy ez az ellenzékben is talál támogatókat ez a fajta igen, politika. Igen, azért mondtam én is, hogy... Úgyhogy azoknak is el lehetne küldeni, amit a Ryanair vezér elküldött az új miniszterünknek, ennek a nagy nevű úrnak, ezt a Economics for Dummies, tehát a hülyéknek való közgazdaságtan című könyvet, nekik is el lehet küldeni. De tudod, mi a döbbenetes? Erről azért azt gondoltuk, nem, hogy ez a pasi egy képzett ember, a Nemzeti Bank
alelnökeként jött ide. Igen. Amúgy egyébként egy dolgot... Amúgy aki a főnökeként elviselte a Matolcsy Györgynek a baromságait, beleértve az, hogy a számmisztikát, meg az ezotériát, meg a többi hülyeséget, azért az sok mindent elmond valakinek a személyiségét. Igazad van, Balázs, persze, de amúgy egyébként még idáig az volt a közvélekedés, én sem látok bele, hogy a Nemzeti Bank korátusa azért az rendben van. Ja, egy dolgot akartam még hozzátenni. És aki tényleg azt gondolja, hogy igen, van kontextusa a forint romlásának. Igen, ez is a kontextus egy része. Mert a világ üzlete, ha van háború, ha nincs háború. És hogyha egy állam elveszíti a bizalmat a pénzpiacon is, lehet azt mondani, hogy ennek fejében viszont elmegyünk a kassaihoz íjászkodni, meg mi vagyunk a hunnok leszármazottai, meg megvertük az angolokat 4-0-ra, ezzel lehet baszakodni, hölgyeim és uraim, de az a nagy probléma, hogy ezért nem adnak egy huncut petákot sem. Szóval szerintem egyébként a fickóval annyi történt, hogy gazdasági szakemberből politikus lett. Tehát nem hűlt meg, nem volt eddig se hülye. Most ő is ugyanazt az ostoba izét tolja, amit tolnia kell. Hogy lehet az morálisan elviselni egy személy? Ugye erről beszélgettünk egyik éjszaka veled. Arcolok. Pista, neked se, neki se, neki se, a Balázsnak se, nekik se. Hogy lehet ez? Sanyi, valakiből miniszter lesz, azért annak van húzása. Igen. Jó. Főleg egy ilyen rendszerben. Igen. Ez más egy kis szempontból. Te is, meg én is, meg mindannyian láttunk embereket meghűlni. Ennek a század a hatalomtól. Hát de nagy hatalom. Másrészt meg 8 számjegy összeg. Jó, hát a kettő együtt azért. Eddig is jól keresett. De nem kötelező. Nem kötelező. Nem aljasnak lenni, az embernek nem. Jó, azért beszéljünk már. Csak itt számogattam maga, nem volt egy nagy számolás. Tehát október 1-ig, és hogyha havi 10% lesz az infláció, akkor az október 1-ig már az nagyon jó móka lesz, mert hát nem valószínű, hogy... Ezekkel minden hónapban 10%, éves alapon 10%. Ez kamatos kamatosra, de... Na, hogy azért azt megnézzük októberre, és hogy fog kinézni a forint, és hogy fog kinézni addigra az árak. Igen, azért annyit segítsünk a nézőknek, hogy nem az infláció, meg a forint árfolyama, az csak... Tehát azok mondjuk közeli rokoni viszonyban vannak, de nincsenek szorosan összekötve, és mind a kettő a maga módján súlyos romboló, és a forint árfolyam romlása az az inflációhoz hozzáadandó tény, és tulajdonképpen itt azt akartam mondani, hogy azért nem váltja ki a megfelelő hatást, már idézőjelben, tehát az igazán megérdemelt hatást ez a tény, mert Magyarország lakosságnak a jelentős hányada nagyon rosszul él, és akiknek igazán okuk van aggódni, és igazán nagy bajban lesznek ősszel a fűtési szezonban, azok egyszerűen nem értik, hogy mi az, hogy forint árfolyam, szóval azoknak nem, egy nem, másik. De ne arra, hogy az világon sehol nem értik, és a világon sehol nem szabadnak. Még a jóléti államokban, meg a rosszléti államokban sem. A polgárság nem érti. Az, amelyik elmegy szavazni, az nem érti. Abban neked igazad, de Sanyi, nálunk szavaznak ezek is, akik nem értik. Dehogy. Hát ne viccelj már, hát dehogy nem, Sanyi. Hát azért nyer a Fidesz. Hadd meséljek el. Hát nem a városokban nyer, Sanyi. Jó. Hát te is tudod. Hát most még erősebb. Most ebben nem menjünk bele. Most mondja, hogy nyert, ugye. Nem így van. Ez nem így van. Azért én még amiről szeretném, hogy beszéljünk a Ryanair-es csávóról, meg egyáltalán, hogy ő volt az első multi, aki nem csak, hogy ellentmondott, hanem ráadásul olyan markánsan, hogy arra az egész ország fölkapta a fejét. Az egész világ kapta föl a fejét. Az, hogy az ország fölkapta, nem a szarom, mert az ország nem ért belőle semmit. Sőt, mi több az ország, az most úgy veszi, hogy milyen fasz a csávók vagyunk, hogy odavágtunk a Ryanair-be. Na most az a nagyobb, ami a világ viszont érti. Belengedte a csávó, hogy meg fog szüntetni egy csomó budapesti járatot. Ja. Tehát a multik... Nem vagyok multi rajongó, de ha a többiek is hasonló módon reagálnak, hogy reagáljanak? Igen, akkor azért majd az egyszerű ember is a fejéhez fog kapni. Nem lesz gazdaságos, hogyha tizen ülnek, mert már nem bírják ki ezt a... De tényleg most felolvassuk ezt a közgazdaságtan hülyéknek tankönyvet. Igen. Tehát, hogyha tizen ülnek egy járaton, akkor igen, meg fogja szüntetni. Mert mondjuk túllépett azon a lélektani határon, ez a oda-vissza 8000 forint, amit már nem fizetnek ki
ezek, akik eddig repülővel jártak, hanem akkor elmegy vonattal, vagy ott marad a fenekén, és valamilyen Zoomon, vagy más módon lefolytatja azt a üzleti tárgyalást, vagy bármit, amit gondol, vagy nem megy el nyaralni. Mert például pont most beszélgettem egy sajtóvetítésről, filmvetítésről jövök, ott mondta az egyik újságíró kolléga, hogy hát mennek, igen, mennek Horvátországba most is, bár nagyon fájdalmas a 400 forintos euró, de azt fogják csinálni, tavaly 2 hétre mentek, idén egy hétre mennek nyaralni. Tehát mindenki egy kicsit lejjebb beszél. Azt akartam mondani, de sokaknak már nincs hova hátrálni. És ja, persze. Mióta mondjuk ezt, basszus? Akkor hadd meséljem el, nagy szerencsém volt az elmúlt napokban, több kis faluban tudtam beszélgetni emberekkel, ottani vezetőkkel, és tulajdonképpen világnézeti értékű emlékeim voltam. Te pártot szervezel, Jan? Mit? Te pártot szervezel? Civileket. Ja, civileket szervezel, civileket. Igen. Ja. És az derült ki a számomra, hogy azt nem értettem igazán, illetve sejtettem, de nagyon plasztikus, tehát mellbevágó tapasztalat volt, hogy most azt mondanám, hogy a 3300 magyar település fele, az semmit sem tud csinálni állami transfer nélkül. Tehát az egész működésük a központi államapparátustól függ, minden. És itt azt kell érteni, hogy ebben a körülbelül 1500 faluban, amiről beszélek, mindenkinek az egész élete attól függ, hogy a Fidesz fent tudja, vagy fenn akarja tartani az adott települést. És innen érthető a 97%-os Fidesz szavazat, mert ezt nagyon is tudják ezek az emberek, és ami nekem még élmény volt az elmúlt napokban az, hogy ezek a Fidesz szavazók egyáltalán nem szerették a Fideszt. Tehát azt mondták, hogy nem érdekli őket a Fidesz sem, semmi sem, de ettől működik ez, ami van körülöttünk, tehát oda szavazunk. De ez egy újdonság volt? Jár. Igen, nekem ilyen szinten újdonság volt, hogy ennyire nyilvánvaló módon a Magyarország, ha a terület, ha a térképet lerajzolod, akkor az ország terület jóval több, mint felén, az emberek egyszerűen nem látnak mást, mint hogy majd a Fidesz állam eltartja őket, és itt ez a lényeg, eltartja őket. Tehát a Fidesz állami transferekből van nyugdíj, abból vannak a szegény támogatások, a cigány támogatások, a közvilágítás, most ez előkerült, ugye? Közmunka. Ez a nagy birtokrendszer, a feudalizmus egy kicsit más. Igen, de az iskolát most megint elkezdték bezárni, érted? Tehát most úgy, mint egy iskola, mint a nagy birtok, igen. Nem, attól a pillanattól kezdve, amikor az önkormányzatoktól elvettek, lényegében az önálló gazdálkodásnak minden forrását és egyébként centralizálnak, akkor lényegében egy teljes személyi függési hierarchiát hoztak létre a magyar társadalomban. Jelen állás szerint a központi államtól függ Kovács Józsi. Azt hiszem, egy picit azért ezt árnyaljuk én. De ne árnyaljunk! Ne árnyaljunk! Isten muszáj, árnyaljunk! Ne muszáj! Azt érts meg, Sándor, hogy ezeknek a településeknek nem, Sanyi, hát egy csomó településnek van még saját bevétel. Még van, még nekem is van, meg még neked is van. De 1500 magyar településnek nincs bevétele. Érted? Semmi. Nem mondod. Na most, Sanya. Na, ez nagy dolog, amikor heurisztikus élményeket osztasz meg. Figyeljetek, lépjünk tovább, mert összevesznek. Amikor ez azt jelenti, hogy 1500 magyar településen nincsen értelmes, minősíthető, értékteremtő munka, nincs iparűzési adóbevétel, nincs, nem történik semmi. Hadd reagáljak arra, amit föltett a műsorvezető. Tessék, kedves Balázs! Michael O'Leary azért, mert ilyen keményen beleszállni Orbán Viktorba, mert nincsen semmi, amit itt helyben le lenne betonozva, le lenne csavarozva, amit el tudnak tőle venni. Az összes többi pedig azért kussol, mert van olyan ingósága, ingatlana, amit lecsavaroznak, elveszik, kicsavarják a kezéből, kicsinálják, ráküldik a navot, lefejezik, kibelezik. Ezért, mert Michael O'Leary, a Ryanair vezetője, ilyen kőkeményen fogalmazva, de hogyha észreveszitek,
ő sem Orbán Viktort osztotta. Csáv egy kicsit flúgos, kicsit. Azért olvastam. Jó, persze, tehát ez egy ilyen extrém pasas. Hanem egy emelettel lejjebb támadott, és Nagy Márton idiótázta le. Azért idiótázta le, mert azért még látszott ez az ország olyan, mintha egy normális intézményrendszer lenne. Ja. Tehát ő egy olyan világban él, bazd meg, ahol ezért a pénzügyi tervények. Azért nem gondol, nem feltétlenül, ugye ez az örökké kárhoztató teó, hogy lassan veszi észre. Hát persze, hogy lassan veszi észre, mert egyrészt másban nőttek föl, és másképpen is élnek. És kívülről ez az ország olyan, mintha olyan lenne, mint a többi, hiszen az unió tagállam. De nem olyan. Gyerekek. És ez volt a lényeg. Egyébként elkezdtem most olvasni az előbb egy kicsit a Vitézit, csak így belenéztem, mert az eleje is kemény, tehát ezt mindenki olvassa a Vitézi Tamásnak a bejegyzést, hogy működik a Fidesz mafia. És azért a Vitézi nem akárki volt, tehát mondjuk hogy ő basszus, hogy milyen gazdag izé volt, vállalkozó. Így van. Fél Horvátország az övé volt kis túlzással, hatalmas tengerparti ingatlanok, szállodalánc, minden. Hát ez sikerült. De már a családi egzisztenciájának az elvételeig süllyedt a rendszer. Igen. Ezért nagyon érdekes, és a mechanizmus itt nehéz ezt röviden összefoglalni. Igen, izgassuk fel a közönség, olvashatok már. Pedig x évvel ezelőtt azt mondták volna, hogy Vitéz, akkor azt mondjuk, hogy érinthetetlen, nem? Tehát, hogy ő a kasznak a része és a tagja és minden. Még egy ezekről a falvakról, hogy ugye, amikor én itt csinálom a kis videóimat ezekről a 100 fő alatti településekről, hogy megjelennek mindig olyan kommentelők, akik azt mondják, hogy tegyük szívünkre a kezünket, mi szükség van ezekre a településekre. És én mindig védem, mert hát kérdei más szemmel nézem, hogy igenis kell meg, de ilyen gazdasági racionalitási szempontból, amikor nincs föld, ahol tudnának gazdálkodni, mert a nagyüzem mindent bezabált, a fideszes izék, nagy gazdák, előregettek, nincsenek fiatalok, nincs bolt, be kell menni az utolsó izéért a kössé, vagy a járási központba egyáltalán valamit intézni, venni minden, hogy nagyon nehéz ott most már így megélni, és pénzük sincs. Tehát semmi nincs tényleg. Ez a nagy, tehát a Fidesz, ami, hogy mindig ezt csinálják mindenben, nem? Hogy a színfalak azok gyönyörűek, nem? Imádjuk a falut. Vaj, akkor a vidék szeretők vagyunk, hogy beszarsz. Tehát, hogy nálunk senki is közben, meg a valóság, persze. Meg az, hogy magára hagyva, gyeplő bedobva a lovak közé, nem érdekel senki, teljes régiók mennek a levesbe tényleg. Elszegényedés, elromásodás, ezért megint ki fogok kapni, de igen, vannak most már olyan régiók, hogy átmész 8 falun és nem látsz fehér embert, ha nem az a probléma, hogy nem látsz fehér embert, hanem az a baj, hogy mély szegénységben élő romák élnek ezekben a településeknek, úgyhogy semmi nincs. Nincs kiút ez ebből a életből. Nagyon sok tekintetben úgy politizál, hogy hoz egy ilyen látszatintézkedést, ami nem annak a rétegnek szól, akinek az érdekében elvileg meghozták, mert az csak egy ilyen patyomkin intézkedés, hanem például, mit tudom én, az otthon ülő nagymamáknak, aki azt se tudja, hogy mi van falun, de azt mondja, hogy na ezek rendes emberek, ezek támogatják a falusiakat. Ugyanilyen például a családtámogatás, ami a te témát, hogy hát, ezek milyen rendes emberek, ezek támogatják a családokat. Aztán valójában kiderül, hogy idén első negyedében ugye kongatja a vészharangot, már a KSH egyik vezető elemzője, vagy micsodája, kongatja a vészharangot, mert annyira kevés gyerek született, mint még soha. De ugye az van beépítve az emberek agyába, hogy ezek aztán támogatják a gyerekvállalást. Ott volt egy jó időszak, amikor beindultak. De szerintem volt azért. Voltak olyan családok, akik el tudtak indulni, akik otthon tudtak teremteni ezekkel a kettőnökkel. A politikai népszerűsége az megvan ennek az intézkedéseknek olyanok által, akik egyébként nem tudnak gyereket szülni, mert koruknál fogva már régen nincsenek abban ezek a gyereket szülnek. Azoknak a körében nagyon népszerűek a családpolitika intézkedés. Ezért vannak. De nem azért, hogy a családoknak jobb legyen. Ezt mondta, de teljesen igazam. Azon gondolkodtam, hogy mi szükség volt Orbán Viktor fizetésének a felemelésére. Erre hadd feleljek el sem. Pillanat, ugyanis mindenki tudja, hogy nincs szükség rá. Tehát az, hogy most pár százezer forinttal, vagy akár egy millió... Nincs megtakarítása, tudod? Igen, tudom. Tehát ilyen szempontból tényleg kellett emelni, mert legyen a miniszterelnöknek megtakarítása. De hát aki nem tudja ezt Magyarországon, hogy Orbán Viktor a leggazdagabb magyar, az szerintem hülye. Szerintem tehát, ez csak presztízs. Ilyet nem jelenthet. De ezen az a gond, ugye ha még tudod, mert olyan demagóg az egész, nem? Tehát ugye erre lehet azt mondani, hogy de hogy már az Orbán többet kell szemben. Van egy ilyen hergelő. De azt mondják, hogy megérdemli, sőt többet is érdemelne. Egy. Kettő, ez csak a presztízsről szól. Arról, hogy Kövér László, meg a miniszterei, meg a ilyen-olyan,
állami alkalmazottak nem kereshetnek papíron, hivatalosan többet, mint Orbán Viktor. Ő az egy első és az egyetlen ebben az országban. Kikerestem, hogy indult tőle, látod? Itt volt az ideológiai alapozás. A legalacsonyabb az ma a magyar miniszterelnök fizetés az egyik legalacsonyabb az óban, és itt le is írták a Magyar Nemzetnél, például az osztrák, az 8,10-ét keresen, és ez tök jó. Tehát menjünk utánuk, de akkor menjünk utánuk mi is, nem? Tehát akkor toljuk, én is szívesen keresek az osztrák átlagbérnek a felét. Egyébként szerintem ezzel együtt a miniszterelnök szerintem legyen megfizetve egy országban, akkor hogyha... Ha úgy végzi a munkáját, akkor viszont legyen elszámoltatható. Na most tisztázunk valamit. Tehát én határozottan mondom, és nyugodtan kapjátok a szívetekhez, a miniszterelnöki fizetésnek ma Magyarországon 6 millió forintnak kellene lennie havonta. Megindoklom miért. Körülbelül 7 éve van jogszabályban az, hogy az állami cégvezetők fizetésének a plafonja 5 millió, és amikor ezt 2014-ben ez a jogszabály kijött, akkor az állami cégvezetők fizetését és rögvest fel is emelték 5 millióra. Amit mondtál, hogy a főnöknek kell a legjobban keresni, az a nemzetközi gazdaságban egy alapszabály. Azt nem lehet visszacsinálni. Egy. Kettő. Nem az volt a miniszterelnök fizetése az egy nevetséges baromság volt, hogy 1,5 millió. Egy pénzintézetnél az osztályvezető helyettesek keresnek 1,5 milliót, ezzel nem lehet előjönni. Ettől voltunk operettország. Az, hogy most felemelték a miniszterelnök fizetését 3,6 millióra, fenntartom, hogy ez még mindig nevetséges, bár már legalább vállalható. A 1,5 millió az vállalhatatlan volt, szerintem ezért is emelték fel. És most jön a lényeg, hogy nem a fizetést kell magában szabályozni, hanem a rendszert. Arra gondolok, hogy én habozás nélkül megszavaznám a miniszterelnök 6 millióját, egyetlen egy feltétele, hogy a jogszabályban benne kell lenni a korrupció teljes tilalmának. Ha a miniszterelnök valamelyik rokona egy forint állami pénzt kap akármilyen csatornán, akkor ugrott a mandátum és a megbízatás. Tehát, hogy a dolog legyen kerek. És azt tudom mondani, és szerintem egyébként már ennél az osztályon is elmondtam, mert évek óta mantrázom, hogy Konrad Adenauer, aki azért megcsinálta a Németországi Szövetségi Köztársaságot, nem volt kispályás politikus. Amikor megválasztották, akkor neki volt 8 felnőtt gyermeke. 14 évig volt kancellár. És a 8 felnőtt gyermekéből egyik se keresett egyetlen egy márkát se azon, hogy a papa a kancellár. Mert nem tudtak önálló lábon állni. Lehet tisztességesen kormányozni, de ez úgy kerek, hogy a törvénynek nem csak a fizetéséről kell szólni, hanem a tilalmakról is, hogy mit nem szabad. Most jelenleg is az összes jogszabály létezik, ami tiltja a korrupciót, keresztül, kasul, innen megközelítve, onnan megközelítve. Az más kérdés, hogy pont éppen, hogy nagy évben tesznek ezekre a jogszabályokra, és kialakult az a rendszer, amit nem kell elmondani se nekünk, se a nézőknek, mert mindenki ismeri, hogy milyen országban élünk. Tehát papíron minden úgy van, mint Konrad Adenauer idejében Németországban, csak a gyakorlat más. Hát mondjuk az emberi minőség az mondjuk. Ez a hír arról szólt, amit a Pista elmondott, hogy azt leírhassák, hogy ő a ötödik, vagy hanyadik legrosszabbul fizetett. Utolsó. Még. Csak utolsó. Erről szólt, semmi közelnek egy bűnös pillérhez sem. Ezt most el lehetett mondani, hogy Orbán milyen szerint. Van az a sztori, hogy Sanyi, ezzel biztos te is annak idején szembesültél, egy szlovén képviselővel beszélgettem, és ő kérdezte egyébként, és kiderült, hogy egyforma a fizetésünk. Tehát, hogy ő ugyanannyit keres, mint én. Aztán egy kis beszélgetés után kiderült, hogy nekem az éves fizetésem ugyanannyi, mindenki a havi. De hát ez csak így mondom, hogy... És ez jó, hogy amikor képviselő voltam. Amikor képviselő voltam, akkor ez egy 2012-ben volt. Remélem, meghívott valamire. Úgyhogy rögtön ő fizette a számlát. Ja, helyes. Igen, miközben hát arról, akkor azzal volt tele a sajtó, hogy milyen elképesztően sokat keresnek a magyar képviselők, és stb. Hát én, amikor 94-ben volt vagyonbevallás, és konstatáltam, hogy én voltam a harmadik leggazdagabb ember a parlamentben, meg összeszartam magam. A Csvak volt nálam gazdagabb, meg mert nem volt senkinek semmilyen. Most jó, szeretem a hajnalat, meg ki volt a centrumpárt elnöke, meg a Kupa. Aha. Ja, ott voltam az első. Ott voltam az első áron, baj. De az utolsó kommunistaként ez még. De. Hát igen, a kommunista az a válasz. Az a kihívás. Na jó, van, lépjünk, gyerekek. De melyik kérdést hozzam föl?
Figyelj aztán... már, jut na. Eszembe, tényleg. Mondja csak. Ez a friss dolog, ugye, és összekapcsolódik, mert egy barom vagyok, ma az elején kellett volna mondani, amikor kértük, ugye, meg gyűjtjük az előfizetőket. Azért azt a friss fejlemény mellett tényleg nem menjünk el szó nélkül, hogy ha és amennyiben valaki közterületen újságos bódéba újságot árul, ha a magyar hangot árulja, akkor kell közterületi hozzájárulást fizetni a jövőben. Ha nem árulja, és a hozzá hasonló lapokat nem árulja, csak olyan lapokat árul, amelyek közérdekű információkkal látják el, közérdekű információkkal látják el a populációt, a akkor nem kell. A háború és sok minden más, nem csak a háborúról. Mindenkor az van benne az évben. Nem csak. A háború nem. És annak a következményei, tehát például a migráns... Ja, most te szerinted, jó, tehát úgy gondolod, hogy nem elég innovált a Fidesz, mondjuk ez azért már önmagában. Tehát. Még lehet ezen, fognak ezen még csiszolni egyébként. De nem csak a, mindegy. Tehát aki csak olyan lapokat árul, amely közérdekű információkat tartalmaznak, akkor annak nem kell közterületi hozzájárulást fizetnie. Tehát az a újságárus közterületen, aki újságot árul és magyar hangot árul és független újságokat árul, annak kell közterületi hozzájárulást fizetni. Tehát irány kell vennünk az előfizetés irányába, ez az egyik dolog. A másik, én szerintem ez eléggé világosan mutatja, ha Isten, hogy mondod a különbségét? Hát mi nem mutatja itt világosan, hogy ezek mit csinálnak? Egyébként tényleg durva. És ez inkább csak azt mutatja, hogy abban az értelemben nem várhatunk semmi jót, hogy az erőszak fokozódni fog. Most én nem elvicceskedni akarom, de egy picit mégis, de csak kinomba. Hogy itt közben kihúztam én a méregfogát egyelőre ennek a dolognak, mert hát ugye vannak a magyar államnak ezek a közérdekű közleményei, és azok a lapok, amelyeket ahol elhelyezi az állam, ugye azok... Jó, Pista, ezt... Figyelj, berakjuk a lapba ingyen, érted? Jó, értem, jó. Egy nyolcadba berakod, azt kész, ott van benne a közérdekű közlemény. Jó. Na majd nyilván utána majd tekernek egyet a jogszabályon, hogy oké, azt mondta a média egy, ugye a médiaipari szakportál, hogy ez csak a Metropolról szól, arról szól, hogy Karácsony Gergely meg a gonosz ellenzéki városvezetők vidéken ne tudjanak a Metropol terjesztésének gátat szabni, mint ahogy most ugye egy csomó helyen, például a BKV-ban nem lehet ott a Metropol, mert Karácsony Gergely ennek igyekezett gátat szabni, és hogy ez a jogszabály csak erről szól, nem lesz olyan. Egyébként meg hát, ha csak erről az újságárusnak is van esze, hát ezek a propaganda szórólapok, ezek nem fogynak. Tehát hiába árulja, hogyha közben magyar hangot keresik nála, és azt elvisznek belőle mondjuk 10-15 példányt, hogyha, mit tudom én, a Mandinerből meg nem visznek el egyet. Nem, de hogy most tényleg nem értem. De nem mentegetjük. De, ez mentegetés. Nem. De én csak elmondtam egy másik aspektust. Én nem tudom, hogy melyik az igaz. De az is lehet, hogy igaz, Balázs. Tehát, hogy a Metropol védelmében, meg mit tudom én. Csak minket is na, de hát azért, de hát, mégis csak elég árulkodó. Amúgy el szeretném mondani, hogy a Lapker által most ugye elég reprezentatív mintában. Szóval azért magyar hangot nem nagyon látni sehol, ahol a Lapker terjeszt. Persze. Hát igen, a Fránya Multik adják el, hogy ott az üzletekben, meg ott adjuk el a legtöbb lapot, meg az előfizetéssel. Hogy... De abban igaza van szerintem a Balázsnak, hogy most nem tudom mennyi egy ilyen újságos bódinak a havi bérleti díja. Pár tízezer forint. De hogy sokkal többet bukna rajta, de hogyha nem állulja a többi lapot. De maga az, hogy megszületett, ez egy agyrén. Tehát ez az a jogszabály, ez agyrén. Tehát ebben köztünk vita nem lesz. Benne van a gondolat. Persze. Gyerekek, mennyi van még a önkormányzati választási két év, ugye? Igen. Nem tudjuk, várják. Ja, igen. Lesz-e? Hát szűk két év. Elvileg. Ja, most azt gondoljuk. Úgy képzeljük, igen. Két év van. Hát mit szóltok a keszthelyi az időközi, ugye? Akkor hadd tegyem hozzá, ugye keszthelyen időközi választást leszünk, polgármester választás. Ahol nem indul, már csak Fideszes, igen, ez a lényeg. És nem is indul ellenzéki jelölt, mert hogy az most tavasszal ugye az ellenzéki jelöltet olyan mértékben, személyében olyan alpári módon támadták, hogy senki se vállalja, hogy hasonlónak tegye ki magát. Ez egyébként tökéletesen mutatja, hogy a Fidesz a legkevésbé sem keresztény vagy polgári párt, tehát velük kell emberi hangon beszélgetni a Fidesz közéletről nem lehet. Ez egy, mondjuk ezt tudtuk.
De annyit engedjetek meg, hogy pont az imént idéztem, és ugyan szerintetek én naív vagyok, és már rég tudhattam volna, amivel most szembesültem az elmúlt napokban a kis településeken, azzal is szembesültem, hogy markánsan megfogalmazódott kistelepülési vezetőnek a szájából az, hogy egyáltalán megmarad-e még ez a rendszer 24-re. Nem arról volt szó, nem azt kérdezték maguktól, meg a helyzetben, hogy mikor lesz a választás 24-ben, májusban, vagy októberben, vagy mit tudom én, hanem azt, hogy egyáltalán lesz-e még. Mert ugye már a Fideszben szóba került, hogy az egész mostani rendszert tovább zsugorítják, ami egyébként annyiból harmonizál az élettel, hogy a települések rohamléptekkel zsugorodnak, tehát a rájuk épülő önkormányzatiságot is lehet zsugorítani, ez kétségtelen. De hogy egyáltalán senki sem tudja szavatolni, vagy nem akarja, tehát a boszorkány konyhában még nem főzték ki azt a gondolatot, hogy egyáltalán lesz-e minden falunak polgármestere 2024-ben. Mert ha jognak tűnik a Fidesz számára, akkor olyan elválasztás lesz, amelyekben nem fognak, csak 10 000-renként, 10 000 főnként választani esetleg egy polgármester, és az is lehet, hogy ez egy bizonyos településkörben mondjuk 15 falunak lesz egy polgármester. Ez egyébként a román modell Romániában így működik. Ha például a 2019-es bicskei eredményekből indulok ki, akkor még ott lenne is keresni valója az ellenzéknek. Ha az idei eredményekből indulok ki, akkor nem. De hogyha a 2019-esből, akkor talán igen, lenne keresni valója. Viszont hogyha hozzácsapják a környező településeket, beleértve Felcsútot és az egyéb környező településeket, ahol viszont tarolt 70-80%-kal a Fidesz 2019-ben is és idén is, akkor nem lesz ellenzéki polgármester, sőt képviselő sem ebben az összeálló nagyközségi, vagy nem tudom mi a fenének kell ezt hívni, járási polgármesteri rendszerben. És azért szerintem Karácsony Gergely is azért szúrhatja egy kicsit a szemük. Nagyon nem, de egy kicsit azért úgy nem túl komfortos. Tehát lehet, hogy 10 000 alatt és 10 000 fölött nem kell önálló polgármester. Így van. Hogy ez a keszthelyi hír, ez így elsőre ilyen engem így elbevágott, hogy a demokrácia, meg nem áll, meg itt, én aztán beszéltem a keszthelyiekkel, és hát amit mondasz, tehát, hogy annyira esélytelen a szituáció per pillanat, hogy nem akar, tehát maguk a politikusok se, helyi politikusok se akarják kitenni valakit annak, amit kapna a Fidesztől, mert nincs értelme valakit szétbombáztatni, de mondjuk nincs is, aki jelentkez egyébként erre a feladatra, hogy szétbombázzák. Bocs, volt egy tehát nem az ellenzéki pártoknak a jelöltje, hanem egy független ember, aki fölvette az aláírás gyűjtőíveket. De most esélyes, majd, nem esélyes, hanem egyáltalán, majd, aki valami majd megzsarolták az illetőt, és aztán visszalépett, nem adta le az ajánlóíveket, tehát csak röviden, tehát hogy az szerintem, hogy egy keszthelyi méretű településen ez történik, hogy azt mondja az ellenzék, hogy és még meg is értem őket, hogy most itt nem fogunk senkit kicsináltatni, az borzalmas. De akkor tessék abba hagyni a politizálást, tessék megszüntetni a DK alapszervezetet, a Jobbikot, a Kutyafülét, tessék abba hagyni, és legyen egyértelmű a helyzet. Akkor legyen egyértelmű, hogy hol élünk. Akkor ne játsszuk el ezt a bábszínházat. Hát ez egy kérdés. Ez ugyanaz, mint az országgyűlésbe való be. Ugyanaz a sztori, persze. Na, itt kezdődik az alkalmatlanság. Abszolút egyetértek veled. Csak hülye vagyok. Abszolút egyetértek veled. Nem egyszerűen botrány, hanem... mit a kresszvi? Ez bukta. Abszurdum. Szeretném elmondani, hogy a keszthelyeknek jelentkezem. Elindul a polgármester jelölt. De most már nem tudsz. Hát akkor lebaszarva az egész. Hát így könnyen. Én is jelentkezem. Jó. Jó, tehát ne szórakozzunk már, tényleg ne csináljunk Krisztikból bogotot. Majd ha befejezted, jó, Janu? Tehát ezek az érvek, magukat politikusnak nevező emberektől, hogy félek attól, hogy kicsinálnak, húzzanak a francba. Nem kell erre a pályára fölmenni. Ne beszéljen senki, a pártok, senki. Azok közül, akik erre a pályára léptek, annak kell ezt bírni, vállalni kell. Igen, van vereség, a versenyben akkor is el kell indulni, a politikai versenyben különösen, különösképpen akkor, amikor ez az ország ilyen helyzetben van. Azok az alapszervezetek, én mondjuk, hogyha egy párt lennék, ezeket a helyi szervezeteket
minimum feloszlatnám a francba. Hát miről beszélnek emberek? Egyébként ez egy jogos dolog, hogy félnek, csak akkor nem kell csinálni ezt. Persze, annyi szép szakma van meg, mit tudom én, fociklubot is lehet üzemeltetni, hogy mondjuk azt a Fidesz nélkül nem, de mit tudom én, népdalkört is lehet szervezni. Tudod, az a bajom nekem, ezt a szubkultúrát ismerve, ami Magyarországon pártosodás címén fut, nem azért, mert a pártosodás szörnyű dolog definitíve, ezt a szubkultúrát ismerve, ez valójában arra való, egy a gyávaság, kettő meg egymást is nyírják. Tehát vettem én már részt ilyenben, a harmadik kerületben, amikor nem tudtam dönteni, hogy nem tudták eldönteni, hogy most van esély, vagy nincs esély. Amíg úgy tűnt, hogy van esély, addig persze voltak jelentkezők. Aztán, amikor kiderült, hogy nincs esély, akkor mindenki behúzta fülét, farkát. Hölgyeim és uraim, így nem fog menni. Nem fog menni. Tessék mindenütt jelöltet állítani. Ahol nem tud egy szervezet jelöltet állítani, az alkalmatlan mindenre, még a gyereknemzésre is. Hoppá. Jöhet a kiegészítés? Hát, hogy az a, számomra az a külön szomorú ebben a Keszthely történetben, hogy nem jutott eszébe senkinek sem, hogy egy ilyen tisztséghelyre jelentkezve, mint Keszthely város polgármestere, oda kellene egy program. Tehát hogy el kéne mondani, hogy miért akarok az lenni. És miután azt mondják, de még egyszer mondom, ez a szegénységi bizonyítvány az én szememben. Tehát mert például, ha ott valamelyest Sándor pályáján maradva tökös pártok vannak, vagy volnának, akkor letennék a programot, azt mondják, hogy Keszthelyen ezt kellene megcsinálni, de mivel olyan a légkör, hogy amilyen, ezt ismerik a tisztelt választópolgárok, nem indítunk senkit. Nem, nem. Vagy el is indíthatunk valakit, de először is legyen egy program. Egyelőre csak azt állunk. Először is legyen egy ember, aztán ehhez legyen egy program. Mi az, hogy először tudjátok, is legyen mit lehetett volna, megcsinálni? Ezért is tartanak ott, ahol tartanak. Ha már ilyen kockázatkerülés. Mondjuk azt akkor a kétfarkú kutyapárt keresett volna valami vicces csávót, azt ő a jelölt, az ellenzék meg beáll mögé. És akkor nem fogják szétlőni, mert vicces csávó, úgyis poénok, sajtótájékoztatói lesznek, meg ízét fognak festeni, zebrát, meg mit tudom én. És akkor legalább valami történik. De ez felfoghatatlan tényleg. Tehát ez miközben mondom, megértem emberként, csak közben felfoghatatlan, hogy Keszthely méretű település Magyarországon annyira be van szarva, hogy nem indul jelölt. Kiröhögtetek, úgyhogy akkor most Bianco mondom előre, ahol mondjuk egy ekkora mértékű településen nincs senkinek annyi véra, faloszába, hogy elinduljon előre, én elindulok, szétvertem a pofámat simán. Na, akkor van egy tippem már is, ugyanis én írtam egy összeállítást. Polgármester jelölt kölcsönző. Időközi választásokról. Az időközi választásokról a hang.hu nevű portálra írtam egy hosszú összeállítást, és például a Balaton-Almádiban sincs ellenzéki jelölt, Sanyi. Jelentkezem. Valami van ott. Bárhol szétveretem a pofámat. Bárhol. Ugye ott a Kepli Lajos volt a polgármester, aki lemondott, mert azt mondta, volt jobbikos, azt mondta, hogy csak egy kormánypárti tud eredményeket elérni, úgyhogy ő most lemond, és indul egy fideszes jelölt, egy csomó 5 vagy 6 független, és ellenzéki nincs. Úgyhogy akkor a Sanyi. Igen. Jó. Akkor kedves Balaton Almádia. Mindenhova megválasztanak már. Nehéz lesz dönteni, melyik települők. Nem, ez olyan botrány, de akkor... Az, de tényleg az nem, hát ez a demokráciának a vége, akárhogy is nézve. Na, meg itt minden, de hát arról most nem beszélve, hogy a... És mi van a hazával és a külgyóval, amiért egyébként mindenki sírálkodik. Plusz RP választás, nem? Mert úgy lett volna, hogy az önkormányzat az RP együtt. Ja, egy dolgot akartam csak hozzáfűzni, én nekem nagyon régen mániám, hogy Orbán Viktor és Bicska kapcsán is jutott eszembe, hiszen a nagy gondolkodó Lovas Pista gondolata volt, ez ugye Szingapúr, ugye az Orbániak is már a Szingapúr. Én azt gondolom, és ezért voltam meglepve, hát azért az elmúlt 10 évben vagy 12-ben más se látunk, mint az önkormányzati jogoknak a elvonását. Orbán Viktor számára ez egy városállam. Orbán Viktor nagyjából úgy gondol erre az egészre, hogy minek ide 3000 önkormányzat. Ezek csak megnehezítik a dolgokat. Minek ide érdekképviseletek. Oda tesszük a belügyminisztert a közoktatás élére. Centralizáljuk az oktatási rendszert. Kiüresítették a megyéket. Ugye ezt föl se tűnt senkinek.
Megyei szint lényegében nincs. Nincs, abszolút. Az egy Fidesz pénzelosztó hely lett. A rosszul kiviselkedő városoktól elveszik a lóvét, és az a néhány megyei Fidesz kitartott osztogatja a pénzt. Vagy maga az a gondolat, hogy elveszik a fővárostól az 5. kerület 3 területét. Én egyébként agyvérzést kaptam akkor is, amikor ment az a cirkusz a Margit-szigettel. Mit átcsatolták a 16. Igen, 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 igen. Mondjuk akkor azért hogy is mondjam, bizonyos értelemben indokolt volt, mert amikor a nagyszerű Tóth Jóska által vezényelt kerülethez tartozott a Margit-sziget, olyan gyalázatosan nézett ki, hogy ez valami elképesztő. Na mindegy, de hát erre vezet ez az út. Erre, hát végül is hány és hány olyan város van a világon, ami 10 milliónál nagyobb és mondjuk 4 kerülettel van eligazgatva. Mindenre lehet találni innen. Igen, persze, persze, persze. Urak, és amikor megszállja a diktátort a liflet, mi a szarért kell nekem ennyi ízébe szarakodni? Keressetek egy olyat, ahol erre van minta. Így van. És mindenre van te. Hát a diktatúrára meg különösképp. Csak ez egy ilyen patchwork minta, hogy igen, egyet, igen, nem egyet onnan. Jó, sikeres, tehát sikeres. Behoznék egy témát, amit ma nem írtunk föl. Na. De megdöbbentett, mert hallgattam egy elemző műsort a pedagógusok jövőjéről. És jövő évtől kezdve évi 6000 pedagógus megy nyugdíjba, minden évben 6000 pedagógus, miközben egész egyszerűen minimális a jelentkezők száma, és akkor még ehhez, hogy ugye ez azért aggasztó, mert olyan szinte hűl el a magyar társadalom, hogy azt mindannyian érzékeljük, én szerintem a napi életben elsősorban, és egyébként meg hát most politikai hovatartozástól függően a választásokon is. Szóval ez egészen döbbenetes, és akkor plusz beszéljünk már róla a párpedagógusról, akik még így is kimernek állni ebben a vérzivatarban. Az a szerencsét, hogy a Flasterban... Pont erről van szó. Erről volt, mert már felvették és beszélgettük, hogy most ennek így én jól utána néztem. Ilyen adatokat találtam, hogy minden harmadik 15 éves funkcionális analfabéta. Minden a harmadik, tehát ez már ilyen nem. A Szent László gimnáziumban, ugye onnan indult ez a polgári engedetlenségi mozgalom, ott 7 pedagógus mondott fel végül is, az egyetlen orosz tanár is. Én ott végeztem. Konok is. Konok is. Nem ismertétek? De, nem ismertük egymást. És 15 ezernél több pedagógus hiányzik per pillanat a rendszerből, és pedagógus, vagy az iskolákban már 1% az érettségivel tanító, ilyen kényszerpedagógus, és érettség. És 5% már azoknak a pedagógusoknak a száma, akik olyan tantárgyat tanítanak, amihez nincs közük. Aha. Tehát, hogy... Szóval előkészül fel egy lesz, ez az alap, a többiek. Ez az alap körülbelül. Igen, nekem az egyik ismerősöm, meg pont most mondták, nem olyan régen, ő nem foglalkozik matematikával, hogy szeptembertől fog foglalkozni matematikával, mondta, hogy de hát ő nem is nagyon szereti, meg lesz oldva. Nem szeretni kell. Tehát, hogy olyan szintű leépülés van, és ez az alap, tehát ez most az alap, erre jön rá ez a 6000 nyugdíjba távozó, hogy nem lehet ez mit hozzátenni. Hát látjuk, hogy milyen a rendszer, az állami oktatás az katasztrófa, ezért aki teheti, az kimenekíti a gyerekét a magánba, meg az egyházi iskolába. Ugyanazt történik, mint a egészségügyben, nem? Nem. Megoldjon az állam, az egészségügy az én problémám. Nem. Hát akkor kicsit bele kell, te kell kenni a történetet, és akkor majd lesz. Ez az ugyanez, állam? Valamelyik funkciója még működik ennek az országnak? Adóbások fedezésének. Amiért az adót fizetjük egyébként. A rendőrség abban pillanatban 50-nél többen mész le csak. Nagyon jól működik az államnak az a funkciója, hogy az oktatásban mit tölt bele. Tehát a legkevesebb tudást, ez aktivitást igényel, tehát ez egy döntés. Ez nem arról szól, hogy nem működik jól, ez arról szól, hogy van egy képzetünk. Igen, arról, hogy hellótákat fogunk képezni. Tehát ez egy megfontolás. Hallgass meg Csákot, hogy miket beszél össze-vissza, mint kulturális és innovációs miniszter. Lehet, hogy autodidokták pusztán és maguktól hülyék, de a dolog az, hogy egy kaszárnya rendszert hozzanak a közoktatásban, az egy döntés. Létrejön a kaszárnya rendszer a közoktatásban? Létrejön. Tehát működik az állam, ezen szándékai szerint. Hadd mondjak két dolgot, vagy többet is hirtelen. Az egyik, hogy amiket elmondott számokat, Rizint Sándor, Rizint István, azok jók, bár elnagyoltak. Úgy értem, hogy ez
ezeket nem könnyű árnyaljuk. Követni. Árnyaljuk. Igen, megmondom, most nagyon kénytelen vagyok, ugyanis mindazok a statisztikai adatok, amiket elmondtál az óraellátásra, a többiről, azt kell tudni, hogy a rendszer lényege, tehát a mai állami közoktatási rendszer lényege a hazudozás. Úgy nevezik, hogy elnapló. A Klik kinevezi az iskola igazgatóját, az iskola igazgatójának az a feladata, mint a kápónak az Arbeitslagerben, hogy féken tartsa a barakban az indulatokat, tehát hogy a tantestület tagjai ne morogjanak és ne ugráljanak, és hogy úgy, tehát az a feladata, hogy azt agyusztálja, hogy kifele úgy nézzen ki, mintha működne a dolog. Az elnaplóba be van írva, hogy nem tudom én az évben a 17. kémia óra, ha a tantervben az van, hogy a 17. kémia órán mondjuk a nátriumkloriddal kell foglalkozni, de be van írva. De lehet egyébként, hogy az órán ténylegesen a takarítónő volt bent, és a gyerekek a mobiltelefonjukkal játszottak. És mindaz, amit elmondtál, a számomra azért nem igazán meggyőző, mert szerintem a helyzet ennél sokkal rosszabb. Oké, okay, csak ezen feltételezhetjük, tehát vannak nem számok, amik elég borzalmasak, most feltesztjük, még annál is szarabb mindent, csak nem vagyunk előrébb. De csak azért mondtam, hogy árnyalom. Nem azt mondtam, hogy jobb. Az, hogy egyszerűen arról van szó, hogy azt se lehet tudni bizonyos értelme, hogy mi van. Engem? Mert mindenkinek az az érdeke, hogy azt hazudja, mintha lenne valami. De nem akarnak idegesíteni, ez nem árnyalás, hanem ilyenkor magyarul azt kell mondani, hogy drága Pistám, ennél a helyzet sokkal szarabb. Igen, hát így is mondhatod, ez a testílusod. De nem a szar a lényeg, hanem az, hogy ez nem árnyalása a kép meg. Árnyalás, nem árnyalás. Én nem tudom megmondani, hogy miben pontatlan. Most mondtad el. Most mondtad el. Igen, de az, hogy konkrétan... Hogy hazudnak. Hát abszolút, mindenben. Na. És akkor mi van, klikkezette? A következőt, hadd meséljem el, hogy mindenki értse, hogy a megint szép csöndben iskolákat zárnak be nyáron. Miért? Mert nincs gyerek, és mert fogy a pedagógus. De most, tehát amikor egy iskolát bezárnak, akkor az a következőképpen néz ki, életből ellesett példa, hogy azt a néhány gyereket, aki még ide jár, mondjuk 22, átvisszük a két faluval arrébb levő járási központi iskolába. A 22 gyerek oda bekerül, itt volt 3 tanerő, 1 tanerő nyugdíjba megy, a 2-re ráparancsolunk, hogy mostantól oda jársz dolgozni. A 22 gyerek az adott új intézménybe hogy tud beilleszkedni, vagy hogy nem, az a helyi sajátosságoktól függ, általában, vagy nem általában, de ezért a gyakorlatban bizony nagyon nagy problémák tudnak lenni, például a romák lakta vidékeken, ahol a kisiskolából olyanok mennek be, akik a nagyiskolában gyökeresen változtatják meg a társas viszonyukat. És ezekkel senki nem foglalkozik, és a számokból nem derül ki. Valami pozitívat is mondjunk, és hogy felpofozzon engem Csintalan Sándor, de legalább lesz Horn Gyula utca Budapesten. Ilyenkor azt gondolom, hogy az ellenzék meg a kormánypártok összejátszanak. Érted? Mert hogy egy ezt ilyen... Besült. Egy minden tényleg. Tehát egy ilyen... Rákérdezett, ilyen egyet értesz a Horn Gyula utcával? Hogy? Ja, persze, hát elmentek te büdös picsába. Egyetlen egy! Egyetlen egy! Nem akartam erre reagálni. Egyetlen egy olyan idolotok nincsen, amik mondjuk a saját idolotok, amiknek mondjuk annyi mindent, akárha ne lehetne a szemére hányni. Amúgy meg a 30 év után, hát már ne haragudjatok, itt élünk ebben a kurzusban, Horn Gyula 94-től 98-ig, amíg miniszterelnök volt, demokrataként demokratikusan irányította ezt az országot. Antal Józsefen kívül ő volt az, aki ennek az országnak demokratikus miniszterelnöke volt, vérzivataros időkben. Akkor, amikor nem arról szólt a történet, hogy leírjuk például, hogy és akkor szociális piacgazdaságot akarok csinálni, mert ugye mégiscsak meg kellene teremteni, világra kellett hozni a tőkés piacgazdaságot, és ez a két ember demokrata volt. És akkor van képetek ilyennel előállni, hogy ez a Horn Gyula, a büdös komoly, hagyjál már 22 éves oda, lófat, meg volt valami hülye baj. Na, Sanyi. De... Nagyon kedvelek, de ezt ne. Figyelj, Sanyi. Ne hagyja. Ne. Figyelj. Amit 22 éves korában csinált, azt is nem én csinálta. Nem én hoztam egyrészt, nem tudjuk, hogy mit csinált 22 éves korában. Egy, kettő, ezt, amit, hogy is mondjam neked, amit most mondtál nekem,
az a kompromisszum, hogy hallgatunk, mert Sanyikám én is elmondhatnánk neked, hogy na, Sanyi, ne, jó, hagyjuk abba. Akkor most azt szólaljak meg, mert ne, én... Ne, te fölárnyolj! Én nem szóltam szóba, Hondyulát, tehát nekem nem szólt, amit a Sándor mondott, és de az egy mondatot igenis engedjétek meg, hogy létezik jelenfejlődés, és Hondyula és Antal József között az a különbség, hogy Hondyula jelenfejlődése sokkal szélsőségesebb pontról ment messzebbre, Antal Józsefnek nem volt szüksége ilyen jelenfejlődésre, én ebben azért látom. Csöndbe jegyzem meg, hogy a politikai bizottság hatáskörébe tartozó intézménynek volt a főnöke. Csak csöndben jegyzem meg. És a politikai bizottság az nem akármilyen testület volt ebben az országban, és a politikai bizottság bizalmát megnyerni párton kívüliként, és nem minősítek semmit. Én azt javaslom, hogy ezt hagyjuk. Jó, egyébként én nem szóltam hozzá, mert nekem is az oldalán nem dolgozott egy doktor. De én nem szóltam hozzá, mert én egyébként én meg olyan ilyen se ide, se oda állapodva vagyok. Azt gondolom, hogy a rendszerváltás utáni Hondyula az egy történet, de van a rendszerváltás előtti Hondyula is, az meg egy másik történet, és hogy nem feltétlenül kell egy ilyen történelmi országban. Hát ezt fel kellett volna hozni, mert így össze tudunk rajta veszni, akkor az egy jó téma. Az érdekli a nézőket. Szóval, hogy én tehát azt mondom, hogy akinek azért nem ilyen egyértelmű a megítélése, nem biztos, hogy kinek egyértelmű kell. A megítélése? Senkinek. Nem is fognak rólunk utcát elnevezni. Tehát, hogy ezzel nincs gond. Nem, olyanokról beszélek, akikről utcát neveztek el. Így van. Tudnék egy hosszú listát olyan utcákról, amelyeket átkeresztelnék a rajtom. Na, de majd ezt a jövő héten. Már most elbúcsúzom. Pista, az extráról kell beszélni? Jó, persze, beszélni. Akkor így szíves parancsolj, átadom a szót. 26-án lesz ismét kötött fogás extra, aminek van egy plusz tétje is, hogy ugye az is egyfajta támogatása a lapnak és a műsornak, úgyhogy minél többen jönnek, annál nagyobb segítség nekünk, mi meg hát szeretünk egyébként is a közönséggel beszélgetni. Vona Gábor lesz a meghívott vendég. Kezdési időpont? Azt hiszem, hogy 19 óra. Benne van az újságban, vegyék meg az újságot. Igen. És hát az alapcsapat lesz, tehát Csintalan Sándor, én, meg Vona Gábor, és hogy még ilyen pluszt is beletegyek, mert ez nem valószínűleg tömegeket azért nem fog megmozgatni, de hogy többen kérdezték, hogy én mikor hol dedikálok, például ott utána tudok. Miért lehet, hogy valaki azért fog eljönni, hogy ha csak egy ember, akkor az már. És sok jót olvastam a könyvedről. És a könyvedet. Az első bekezdést olvastam, nagyon durva az első bekezdés, úgyhogy ezzel próbálom felkelteni az érdeklődést a könyved iránt. És Lionel Messi fog dekázni a gyerekeknek a előtérben. Úgyhogy várjuk Önöket sok szeretettel. Ebből egy információ nem igaz. Na, viszontlátásra.